kialakították egyéni stílusokat, a bunyókánt. Örömmel jelentem be, hogy Frey Tamás segítségével csak itt, csak önöknek, hosszas szervezői munka árán sikerült elhozni ide a Gárdonyiba Bud Spencert és Terence Hillt. Bár karatés múltjukról nem igen beszélnek, önökkel most kivételt tesznek, és bemutatják a diákoknak, hogy a jól ismert karate gyakorlatokból hogyan alakították ki sajátos mozdulataikat. Hölgyeim és uraim, Bud Spencer! Közben még a fogainkat is elveszíthetjük. Nézzük meg, hogy két oldalsú ütés ellen hogyan kell védekezni a karatéban. És hogyan csinálna ez Bud Spencer a filmben? Lássuk, hogyan kell kivédeni egy oldalról jövő ütést. A befejezés egy pörgőugró magasi lesz. Nézzük, hogy mit kezdene Terence Hill egy ugyanilyen támadásra a tévében. Van előzünk be az ellenfelet. Bud Spencert és Terence Hill most megmutatják nektek, hogyan történik ez a filmeken. Ide kell a hasizom. Illetve kapuni rúgásokat láthatunk. A nadrágtartó minden verekedős filmben igazi klasszikusnak számít. Nézzük meg egy első kezes ütés védését. A filmekben a hasonló eseteket másképpen oldják meg a nagyok. Egy jó karatés akár két ujjal is képes leteríteni ellenfelét. Saját stílusukat. A japán harcművészeknek meg kellett tanulni puszta kézzel védekezni akkor is, ha bottal vagy más fegyverrel támadták őket. A botos jelenet minden bunyós film elengedhetetlen része. Hiszen testvérek vagytok.